Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, szevasztok! Szevasztok srácok, boldog pénteket mindenkinek! Napsütéses, fantasztikus... Nagyon jó idő van. Hétvégére felkészülős idő van. Egyértelműen jövő héten majd megint esni fog az eső, mint a szar. Egész héten, de ugye tudjuk, hogy a természet összefésült a magát gyakorlatilag a hétvégi eseményekkel, tehát hogy jó idővel köszönti a teraszokat. Nyilvánvalóan. Nem, hát rendes a természet, mert először lefagyasztotta a növényeket, most meg is rohasztja. Hát nem tudom, hogy... Annyi vizet nyom rájuk. Na jó, csak viccelek. Igen, az eső egyébként mindig jó. Én kérdeztem ismerőst, aki foglalkozik mezőgazdasággal. Ők azt, ha valakit érdekel ez, ők azt mondták, hogy a barack kapta, a többi az... azzal nincsen nagyon nagy gáz. Igen, igen. Persze, akinek nem sok barackja volt, az kiárkál ugye ilyenkor éjszaka füstölni. Igen. Kifejezetten jó autógumival egyébként, mert a többi szar. És azok sikerült megmentsék, mint olyan. Úgyhogy van, akinek a barack is oké. Nyilván, akinek nagyon sok van, azzal vannak problémák, de a barack az kapta, a többi az elvileg rendben volt ezekkel a... Volt egy-két ilyen hideg éjszaka, és akkor, hát az igazság, hogy elég durva meghatározzák ugye az évet. Különösen ugye az ország ezen részén ugye elég sokan foglalkoznak gyümölcsel. Nagyon. És... hát a barack az egy elég alap. Elég alap dolog. Dolog. Ugye az elmúlt években azért sokszor előfordult ilyesmi. Az az egyik dolog, a másik meg nem tudom miért, most az eperről beszél mindenki, hogy valami 3500-ra indul az eperre, hogy 2000-re is leeshet. Őszintén, ebbe így nem nagyon néztem bele, hogy ennek mi az oka. Én sem tudom. Talán az, hogy írták, hogy az útmenti eperárusokat nézegették. Gondolj bele, tehát mennyire nem kell történni semmi. Az mi? Hogy beüljön egy újságíró, és nézze az epres bódét. Hát na, eperre fel kell mérni a piacot. Kellett volna videóinterjú is róla. Igen, fel kell mérni a piacot. Minden. Itt vagyok, Angéla vagyok. Fölök a helyszínre, jelentkezem. Itt 3000 az eper. Igen. A mellettem lévő Zsolt nevezetű zöldséges azt mondja, hogy az eper az kurva olcsó lesz. Idén? Zsolt? Drága lesz az eper? Kurvára. Ugye mondtam? És akkor vissza a stúdiónak. Mert hát, na, ez van. Nem tudom, hogy azzal mi volt a gond. Lehet, hogy de azért reménykedünk benne, mert az emberek szeretik. Igen, igen, igen. De hát meg valakinek ugye van saját csüngőepre. Az erkélyem. És akkor lehet az csemegézni, hogyha megnő. De és hány másodpercig? Hát az a baj, hogy nem lesz túl sok. De lesz. Össze kell gyűjteni. Hát igen. Össze kell gyűjteni. Deep freeze. Hát, az lenne az igazi amúgy. Igen. Vagy igen. Hát amúgy van eper a boltban. Van egyébként van. Figyelj, Jani, én... tudom, vagyis tisztá vagyok vele, hogy 2021-ben mire képesek az emberek. Igen. Ahhoz, hogy megpróbáljanak úgy tűnni, mint akik boldogok. Venni kell epret a boltba, igen. És alárakni. Tudod, mit tudom én, 70 darab ilyen ekkora epret az ilyen bokor alá, hogy lehullott mind reggelre. Mi sok a boldogság, és jó. Tudod, így utána igen. Képet raksz fel, hogy megmostad, tudod. Meg nem lefotozol, hogy leesett. Aha, eleve. De jó. Lejátszok visszafele, hogy feldobod. Igen. Meg minden, és akkor utána végignézzük az Instagramon, csak azért, hogy botrányt csinálj, hogy négybe vágod az epreket, a zöldjét eltávolítva, megraksz vele egy nagy tálat, igen. És utána 12-14 evőkanál cukorral, így meghinted, kristálycukorral, és elkezdett kanála lenni. Ó, baszki, na az durva. Na az. Nem azért mondtam, mert én így eszem a meggyet, mert az undorító lenne. De és akkor, akkor a kommenteket. Hát. Meg fog halni! Ez gyakorlatilag halál, igen, meg igen, fog igen. Halni, és így nem fog. Igen. Nem fog meghalni. Ez egyébként nagyon fontos dolog, hogy sokan nem is tudják, hogy kell enni az epret, érted? Porcukor. Akkor mi ropog? Nem néztek séf műsort? Ja, kell ropogós elem. Hogy kristálycukor. Egyértelműen nem kóstoltam még. Hú, Jani, megmutatom. Nagyon jó. Komolyan? Szerinted rossz? Nem tudom, valahogy nekem annyira nem jön. Hát, ropogjam. Talán mondjuk az eperben a magok is ropognak. Ennyire. Igen, de nem számít, szétolvad a szárba. Tökéletes. Még sose próbáltam én. Igen. Amúgy mostanában én is, hogyha ettem, akkor simán ettem. Simán, én sem szoktam megcukrozni, mert már az nem divat. Kell tudni a határokra. Tudtad, hogy valaki a kakaóba se rak cukrot? Mondjuk attól függ, milyen.
Igen, itt most egy nagyon fontos kérdés. Ez nagyon fontos. Mi az, hogy milyen? Milyen kakaó? Mert milyen kakaóban nem kell cukor? Hát mert vannak ezek az ilyen, tudod, az a, mit tudom én, a Nesquik kakaó. Mi van a Nesquikkel? Folytasd, nagyon jó úton jársz. Hát abban van alapból cukor. Igen? Van. Nem? Mert rosszul tudom? Én nem azt mondom, hogy nem raktam, tehát egy pluszba hozzá cukrot. Tehát lehet, hogy van benne cukor. De abban alapból van plusz cukor. De lehet, egy... hogy nyomokban magyarót és diót is tartalmaz. Az biztos. De ettől függetlenül... mondjuk egy holland kakaó, vagy nem tudom. Az nem, az más, az hát más azért tészta, azt abba kell. Na hát abba azért, az kell rendesen. Abba kell, de a Nesquikbe az a cukor, ami benne van, az minden csak nem édes. Egyébként lehet, nem... hogy valami savanyú cukrot tettek bele. Nem tudom, de amúgy abban van tényleg alapban. Én kóstoltam már simán Nesquiket cukor nélkül. Én is olyan volt, mint a kakaó, amiben nincs cukor. Hát igen. Tehát konkrétan ennyi. Igen, igen, ennyi. Igen. Meg abból is van már ilyen Diabetes Edition. Van abban, persze, is. Hogy ne lenne. No, de az legalább frankó, látod? Abban nincs. Tehát abban teszel, és van, kész, ennyi. A Nesquiknél inkább a cukorban van kakaó. Hát lehet. Na, csak találtuk valakit, amik sose hívott Nesquikkel, bassz. De amúgy tényleg, hogyha elkészítetek simán, oké, nem annyira keserű, ezt aláírom. Szerintem lehet, hogy azzal keverik össze az emberek, uh-huh. amikor tudod, a Nesquik italt veszik. Lehet. Tudod, azt a két deciset. Hát nem, hiszem, hogy azzal keverik össze. Mert azt sokan veszik, és abból van ilyen, jó. hogy 25%-kal kevesebb cukor van benne, ja. meg mit tudom én. Itt nem a porról tudom. Beszélünk egyébként. Igen, de szerintem ők is amúgy. Igen? Én úgy érzem, aha. Mondom, azért abban tényleg van cukor, de azért, hogyha az ember nagyon édesen szereti, akkor rak még hozzá egy kicsit. Biztos, ami biztos. Igen, hogy is volt a régi mix? Na, ezt nem mondom el inkább, mert... Na mondjad, na! Elköltöznek az emberek. De ez az igazság, mondd el. Mi az? Hát két kis kanál kakaó. Igen. De mi lesz, fik? Hát persze. Igen? Miért igen? Szóval fúj? Igen. Meg kettő cukor, és akkor az volt a lényeg, hogy ez így meg volt az alján a csészének. Igen. Így dupla-dupla. És összeráztam, mindig így, addig, ameddig tudod, homogén eloszlást láttam. Tehát gyönyörűen, egyenlően oszlott el a barna és a fehér. Igen. És akkor kellett összekeverni a hideg tejjel. Nagyjából, utána megmelegítetted, és utána még van, és olyan lett, hogy beszállt. És ezt egyébként még tovább lehetett fejleszteni, mert hogy annak idején, ilyen 10 éves koromban kb. Igen. Vagy talán előtte, nem tudom, nekem ez így, amíg nem szoktam rá kávéra, nekem reggel mindig kellett ez a mix. Uh-huh. És akkoriban volt gyakorlatilag ilyen high-tech technológiai eszköz, a tejhabosító. Igen. Ami két darab 2A-s elem, hát gyakorlatilag műanyagba csomagolva, uh-huh. amiből kijött egy pálca, meg az a drót genyó. Tudjátok, az a kördrót szar. Na, mikor rájössz arra, hogy ezzel a kakaót is lehet basztatni. Hoppá. Sose próbáltam még. És habos lesz a... Az jó. Ez jó hangzik. És akkor na. Hmm. Na. Ez ilyen. De az elég zsír. Az elég zsír tudsz. Na mindegy, de ez régen volt. Ez régen volt. Igen. Akkor azért baszogattak, mert cukorral iszom a kakaót habosan, most azért baszogattam, hogy üresen iszom a kávét. Én rájött... Az embereknek mindig minden baja van, bazd meg. Nekem de? Minden a kakaóval kezdődött, mert én valahogy nem tudom meginni melegen. A kakaót? Nem. Nem. És éppen miatt ugye a mai napig nem tudom meginni a kávét se. Teljes kávét se melegen. Tehát nem. Ez érdekes. Tök dur. Én nem tudom, bazd. Nem, jó, ez egy kicsit túlzás. Meg tudom inni melegen, de nem szeretem, akkor így mondom. Én nem tudom miért. Nem szeretem, úgyhogy hidegen nyomom a kakaót is. Hogyha iszok. Én szeretem hidegen a kávét is, meg a kakaót is. Tehát sem bajom nincs vele. De valahogy melegen én meg annyira nem. Nem tudom, hogy miért. Ja, befosol azért. Fogalmam sincs. Van olyanok, igen. Lehet egyszerűen azzal van baj, hogy melegen a tejet nem szeretem. Önmagában, szóval így. Aha. Lehet, ahhoz van köze. Igen. A fene se tudja. Valaki kiugliszt, hogy 74 g cukor van 100 g Nesquikben? Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, de amennyiben igaz, akkor láthatod, hogy hol a gond. Tehát akkor ezek szerint 100 g cukornak ez van benne. Igen, tehát nem, én elég édes. Most mi a... Jesus Christ. Hát ennyi. Ez a gond. Ez a gond, igen. Egyébként az a túl, hogy annyira kíváncsi lennék, most nem rólad beszélek, félre ne érts, hogy tudod, hányan vannak, akik tudod, nyomatják ezt a tudatos dumát, te azt megeszed. Tudod, uh-huh. meg akik valójában ők is megeszik. Ha, hogy a fenében csak divat mondani, hogy ciki. Persze. Ott a kóla. A kólában is hány gram cukor van? Múltkor elolvastam. 11 gram. 100 millilitre. 100 millilitre. Vagy valami olyasmi, 11,2 vagy valami. Igen, ilyes. És ha. Akkor, de várj egy kicsit, mert
100 milliliterben, igen, biztos. De ugye én egy pohárba akarnám kiszámolni. Ja. Egy 3 decis pohárba. Hát... Tudom, kb. 30 gramban egy 0,3. Meg kiszámoltam a múltkor. Ahogy basszom a kurva élet. Is in coke. Mert azt hiszem, igen, 39 gram van egy 12 unciás kóla kenben. Ami ugye a 0,33-asnál egy kicsit nagyobb. Az igen, 30-valány gram. Az mennyire durva? Mert ugye az meg azt hiszem általános, hogy 4 vagy 5 gram egy kocka cukor? Amúgykor megnéztem. Igen. Hogy hány gram egy kocka cukor, és... Hát, hogy 6 kocka cukor. 6 vagy 7 kocka cukor? Azt egy hiszem, kóla. Annyi van egy pohár kólába. Tehát nem egy üvegbe, egy pohár kólába. Jó, mondjuk, mikor emlékszem kiskoromban, azért a kocka cukorban is megettem annyit. Ja, és? Amúgy is. Sőt, így belemártogattam néha a kávéba. Csak így. És akkor Pepsi úgy. Vagy koka? Pepsi? Az... Az mi? van olyan? Hogy jött ez fel? Te zérót szoktál inni? A zéró is jó, csak abban nem tudjuk, hogy hány kocka cukornyi mi van. Na, itt a kérdés. Mindig eljutunk ide. Mi az a zéró? Mi az a zéró? Mi az a zéró? Mi van benne? Igen. Figyelj, igazából, őszintén, nekem a zéró termékekről az a véleményem, ha már kérdezitek, a zéró cuccokról, mint hogyha a dohányzásnál beszélünk az e-cigarettáról, vagy a IQOS-ról, vagy ilyenek. De, tehát, hogy így, akkor inkább hagyja a picsába. Tehát a kóla is nekem, ez csak az én véleményem, nekem ez olyan, hogyha kólát akarsz inni, igyál kólát, bazd meg. Ha cigizni akarsz, cigizzél. Ha nem akarsz, akkor hagyjad a faszomba. Figyelj, én azt amúgy kicsit jobban megértem, mert legalább az íze az kóla. Tényleg? Hát kóla íze van. Igen. Hát jaj, ja. Szerintem nincs. De legtávolabbról íze se van. Gyakorlatilag. A múltkor egy 15 perces gag reflexet kaptam, mert beleittam akkor Balázs zélójába. Majdnem összehánytam magam. Az amúgy... Rendesen azon gondolkoztam, hogy a faszomba történhetett ilyen. Hogy véletlenül beleittam. És miért kellett megtudni, hogy mi ez a műanyag szar? Hát, nem tudom. De nem a cukor miatt van kólának kóla íze, hanem van a kóla íz. Érted? Én értem, hogy mit mondasz, de... Ha valami édes, kiveszed az édeset, akkor elmész íze. A kóla meg édes. De a zéró is édes. Voltam. Csak szar az utó íze. De nem olyan. Hát nem olyan. Ez biztos. Ez biztos. Nyugodjatok meg, srácok, én sem szeretem a zérót, de nem azért mondom, de ettől függetlenül azt meg tudom érti, mondom. Mert a kólának kóla íze van, csak az utó íze egy kicsit furcsa. Legalábbis azok számára, akik mondjuk a másik kólához vannak szokva. Szerintem. Ne, az a baj, nem tudom, mert érted, egész életünkben a piros kóla volt a kóla. Jaj, tehát akkor hogy mondod a feketére, hogy annak kóla íze van? Csak tehát az olyan, nekem ugyanilyen kocsim van, csak sárga. Hát azért nem. Hát nem ugyanolyan, mert sárga, bazd meg. Tehát, hogy így érted, hogy oké, én értek mindent. De mindegy, én azt nem értem, persze, mondom, azt megértem, hogy valaki szereti annak az ízét. Mm. Mármint megértem, hogy van ilyen ember. Igen. De most, tehát, hogy ők vajon először azt itták, és az íz lett, vagy megbékéltek vele? Nekem egy, amúgy, a piros után. Szerintem megbékéltek vele. Nekem egy kicsit olyan, mint egy lebutított kóla. Hát ezt mondom. Olyan. Hogy olyan. Érted, hogy igen. Ezt tudod, annak idején is mondták, tudod, hogy a big boy burger. Hogy ja, miért akarsz olyat enni, minta, hogyha van olyan minta. Igen. Vagy akkor hagyd a picsába. Tehát én nem azt mondom, hogy rossz. Szó sincs róla. Habár a faszom tudja, mi van benne. De mindig nem ez a lényeg. Hanem, hogy ha kólát akarsz inni, igyál kólát. Ha nem akarsz, ne igyál. Uh-huh. Ebbe is van tehát, valami. Mi lesz amúgy veled akkor, hogyha nem iszol zérót? Meghalsz. De sokan így vannak. Tehát, hogyha nem tudsz cukros kólát inni, akkor nincs mi mást inni a világon, csak zérót. Nem. Hogy ne hajj meg. Nem tudom. Tehát, nem értem, hogy miért muszáj kólát inni, hogyha már a cukrosat nem akarod inni. Szerintem senki sem muszáj, csak szeretem. Hát ezt mondom, hogy mit? Hát az ízét. Meg úgy hozzászoktak, nem tudom, nekem vannak ismerőseim, akik így eszmetlen módon hozzászoktak a zéróhoz. És így mondom, igen, nekik, hogy borzalmas az íze, és így mondják, hogy ez nagyon jó. Én értem, és mondom, az a baj, nem megy át, amit mondani akarok, de értem pontosan, amit te mondasz, hogy, tehát, hogy azt nem értem, hogy miért kezdtek el zérót inni? Ja, tehát hát gondolom. Volt a cukros kóla? Hát nem akarnak elhízni, hát valószínűleg ez van benne. De akkor miért isznek egyáltalán? Cukortól. Hát mert szereti. Hát ennyi. Hát, de most... De az nem az.
Hát nem az, nem az. Érted, mit mondok, vagy nem tudom, hogy mondjam az. Ők egész egyszerűen kompromisszumot kötöttek, ennyi. De miért kellett megkötni, érted? Tehát ez nem egy muszáj dolog, érted, hogy mit tudom, hogy így el kell költözni, mert túl sok a smog a levegőbe, és muszáj levegő. Érted, mit mondom? Értem, mire gondolsz. Tehát én mondom, értem, amit mondasz egyébként, csak próbálom kitalálni, csak olyan nehéz most így üdítőnél ilyet mondani. Tehát, nekem nincs bajom ezekkel az emberekkel, szó se róla, csak nem tudom megérteni, hogy miért kell az alternatíva, miért van szükség rá. Tehát van, hányféle üdítő van, bazzeg, amiben is cukor? Jó, az jogos. Tehát így, érted, hogy... Mert értem a kóla ízt, mire mondod. Uh-huh. De ők nem azt itták, érted, hanem ennek más íze van. Másabb, igen. Jó, rajta van, hogy ugyanolyan, mint a kóla, ami ugye a legnagyobb hazugság a világon. Nem, hát ez tényleg. Roswell óta, gyakorlatilag. Igen. De akkor is furcsa. Igen, furcsa. Furcsa, nekem furcsa, azt tudod, ezek az alternatívák furcsák. Én mondom, hogy én dohányzásnál se értem, a vegánságnál se értem, hogy miért akarsz olyat enni, mint a, hogyha te döntöttél valahogy. Vannak dolgok, amiben igen, én is. Hogy tudod, te most akkor vagy csináld, vagy ne, egyik sem muszáj. Igen. A vegán virsli, meg a vegán hamburger hús esete. Az is olyan, igen, hogy van egy csomó vegán étel, amit ugye hirdetnek, mert mit tudom, miért akarsz olyat enni, mint a, hogy olyan formája legyen, tehát ez mekkora hülyeség. Érted? Azért a kóla számomra, és mondom, ez csak az én véleményem, olyan, mint a kóla. Olyan. Csak nem az. Hm. Igen. Vagy a vegánbőr, ugye, amiről beszélgettünk korábban. Hogy vegánbőr. Milyen jó már, hogy vegánbőr van valamiben. Ami olyan, mint a bőr, csak szar. Mert nem halt meg érte tehén. Igen, de sajnos ezért szar. Tegnap erről volt szó. De most érted, és akkor meg kell hozni a kompromisszumot. Teljesen mindegy. Szerintem az lenne a tökéletes megoldás a vegán bőr esetében, hogyha kitalálnának rá egy új szót. Nem a műbört, mert ugye az már nem elég hangzatos, valami új cuccot. Érted? Nem rossz. Ami növénykabátból van. Vagy valami új hangzatos dolgot. Lenne valami hajzsgyi. Valami neve. Érted? Ami ilyen egzotikus. Tudod, jól a nyelvedre áll. És akkor tudnád. Így ne mondjuk, hogy bőr. Mert azért, na, a bőrnek van egy jelentése, érted? Na jó, de hát az a hatása, ha megfogod. Tudok ilyen példákat mondani neked, hogy gondolod drasztikusokat, amelyek a hatása ugyanaz, csak más. Hát bőrhatású. Nem hiába vannak amúgy ilyenek. De igen. Jogos, hogy ez nem egy bőr. Az nem az. Az nem az. Nézd, de itt van, inhuszár, azt mondja, nem értek egyet, Pisti, felre van a száj. Mi bajod van? Mivel nem értesz egyet? Ezt én sem tudom. Ő gyakorlatilag, én látom, a pincében zero kólával cserzi a vegán bőrt. A szintelen vegán bőrt, hogy barnuljon. Hát amúgy lehet, hogy arra is lehet használni. Az a cserzi. Az a cserzi, a zero kólával. Jó, abbahagyom. Oké, vannak ilyenek. Na mindig is. De valaki mindig a Pepsi-nél jár. Nyilván csak trollkodok itt jobbra-balra. Azt mondják egyébként, hogy a balkezes ember is ember. Vannak ilyen drasztikus mondások. Úristen, ez hihetetlen. Van, aki meg zéró kóla. Erről már beszéltünk. Meg van, aki németes volt. Igen, valaki németes volt, az is egy szólás. Mi mindent elfogadunk ebben a világban. Valaki tolja a zérót. Jó is az. A tudatosság az fontos. Hát egyébként. Én egyébként fogalmam sincs egyébként arra, mondom, tényleg csak trollkodtam végig, hogy milyen hatásai vannak a zéróban ebben az édesítőszereknek. Én alapvetően nem szeretem az ízét ennek én az édesítőszernek, sajnos. Én azért nem tudom inni. Megmondom őszintén, hogy eléggé minimára vettem az ilyen cukros üdítő italok fogyasztását már nagyon régóta. Ritkán előfordul, de nem, amúgy annyira nagyon nem szoktam inni ezeket. Mm. Mint olyan, de főleg azért nem, mert nekem is azért, hogy benne van a fejemben, hogy ez nagyon sok cukor, ez rossz egyébként, és akkor inkább nem iszok. Iszok vizet. Vagy mostanában előfordult, hogy nekem van egy ital, amit meg tudok inni, ami zéró. Csak mindig elfelejtem a nevét. Na. Ez valami víz, nem? Nem víz. De olyan is valami van, de nem az. Nem víz, hanem mi a faszom a neve? Gyümölcsös, cuccos, van belőle lájmos, meg narancsos például, és nagyon mint fél literes, de nem egy literes. És ilyen hólyag alakú üvegben van.
Fú, baszki, nem tudom, az most hirtelen... Mindjárt eszébe jött valakinek a csetből. Az a vitaminos víz? Nem a vitaminos víz. Az ott van, és kiírt a tojás. A San Benedettónak van, az a lime-os zérója. Na. Ami amúgy se kellene édes legyen, mert lime-os, érted? Na az, az úgy bejön. Nekem az úgy jó volt. Tehát, hogy mondjam neked, annál nem éreztem azt, hogy édes kéne legyen, és akkor nem édes, hanem ilyen édesítőszeres szar. Az amúgy nem rossz, azt meg tudom inni. Na. Szerintem, ha jól emlékszem rá, azt régebben benzinkúton lehetett csak kapni, és én kurva drága volt, ritkán ittam belőle, és most már van egyébként rendesen, és most akkor már az nem csak vészes. Az ízesített víz. Mert én arra gondoltam. Az. Hát nem az, a San Benedetto. Hát figyelj, egy bizonyos fokon minden az. De hogy... Vagy az limonádé? Na, van eladva inkább? Nem tudom. A kóla is ízesített víz. Jó, igen. De hogy úgy gondoltam, hogy ez... Vannak ezek az ízesített vizek. Vannak ízesített vizek, de ez nem, ez ekkora. Ebből nincs nagy kiszerelés. Ja, értem. Az, hogy a San Benedetto árul vizet is, az igaz. Az igaz. De... Az tea inkább. Tea, lófasz tea. Hogyha azt mondják, hogy limonádé. Szerintem az egy limonádé. Az egy limonádé. Ja. Az egy szénsavas limonádé. Van belőle narancsos, meg lájmos. Na, ja. Ennyi. Úgyhogy, ja. Azt szeretem. Az finom. Egyszer beleittem a Fuse teába. Annak a cukormentes változatába. Nem. Is tudom, milyen ízt éreztem. Nem, az nem jó. Olyan íz, mint amikor megpróbálsz lehúzni egy 80 fokos, mondjuk strórumot, csak kiveszed az alkohol ízt belőle. És csak ez a torok ízé maradt, hogy mindjárt álljok. Érted? Az, én azt éreztem attól. Fú, az nagyon rossz volt. Olyan volt, mintha valahogy így elfolyt volna a műanyag palaszk, és azt hittem volna meg. Végtelen ez a műanyagos íze volt, bazzeg. Kegyetlen. Amúgy... Az nagyon nem jött be. Én nem tudom, mi van ezekkel a teákkal, de nem csak a zero, hanem a sima teákkal is az van, hogy így issza az ember, és így folyamatosan szomjas vagyok. Igen. Én nem tudom. Egyszerűen basszus, meg tudnék belőle inni egyszerre szerintem egy, nem tudom, egy litert, akkor se... Hát egy ideig lehet, hogy nem lennék szomjas, de utána rögtön. Uh-huh. Meg így valahogy nem oltja a szomjat. Azok a nézd, ez annyira ugye szubjektív ez az íz dolog. Ja, persze. Minden. Van, aki nagyon szereti, és szó sincs róla attól, hogy én mondom, attól még nem szar. Csak az élményeimet osztom meg, de amúgy sem vagyok nagy teás. Hogy úgy mondjam. Amúgy én sem szeretem a teákat. Egyáltalán nem is szoktam inni. Én teát szívesen megiszok, így nagy ritkán, de ilyen ezeket az ice tea-ket, vagy hát ahogy hívják ezeket, ezeket annyira nagyon nem szerettem sose. És amúgy érdekes, és soha nem is nagyon ittam ezeket. Nem, én sem. Néha, hogyha így egy boltba bementem, és így megkívántam éppen, de nagyon ritka. Mm. De amúgy nem. És neked a bubi vagy bubimentes? Víz. Úgy egyáltalán. A én nagyon sokáig bubimentes vizet ittam, mostanában néha szoktam menni bubisat, de hát, hogyha választani kell, akkor lehet, hogy inkább a mentes. Uh-huh. Igen. Én nem tudom, én nekem vannak időszakaim, én mindig bubis vizet ittam, aztán egy idő után rászoktam a sima vízre, de most megint bubis vizet iszok. Uh-huh. Nem tudom, hogy valahogy nekem bejön. Jó az. Meg amúgy is gusztustalan vagyok, én imádok befögni. Rettető felszabadító érzés. Nem tudom, én valahogy így a bubisat. Abban is van enyhén bubis. Van. Na, az ugyanakkor a fasság. Bántja a gyomromat a bubi. Jó, akkor ne igyál bubist. Mondjuk... Az abszolútok. Én sem szeretem az ilyen nagyon a dúst, vagy hogy mondjam. Nem? Fú, azt nagyon nem. A Pellegrino bejön, mi? Az bejön. A kisebbek a bubis. De az kis buborékos. Igen, az jó. Azt tudod, miért jó? A kis bubis? Az azért jó a kis bubis, mert hogyha 2,5 decinél kezdenél el, az meg kérődzni, mint egy tehén, úgy befögni, ahogy én, az nem olyan. Az olyan, hogy megiszod az egész üveggel, érted? És akkor érzed, hogy nem befögtem még, de gyűlt. Úristen! És abból egy olyan cucc lesz, érted? Hogy Meg a Vöslauernek van egy ilyen szénsavasa, ami finom. Azt nagyon szeretem. Azt szoktam menni. Abba is ilyen nem olyan nagyon-nagyon szénsavas. Igen. Az ilyen baszóvizek, srácok, általában bubimentesek. Persze. Nem, de az ilyen kúróvizeket nem szokták bubizni. A buborék, az csak elrontja a vizet. Igen. Az az igazság. Igen. A szódával az a bajom egyébként, hogy kérdezzétek a szódát. Régen sok szódát ittam, nagyfotoroméknához járt szódás, és akkor sok szódát ittam. Na az! Tehát, ha valaki azt mondja valamelyik ásványvízről, hogy túl szénsavas, nem tudom, hogy volt még szódát. A szóda? A szóda, na az, hát az Kenny. Az Kenny.
Bizony, bizony. Figyelj, abból de jó limonádét lehet csinálni. Az biztos, bazd meg, az a legjobb. Kibaszott jó, mert annak idején, tudod, a szörp. Hát meg a szörpöt, szörp. Igen. Tudod, igen. Abból is mennyi szörp kell egy pohárba? Hát fele. Nem, nem. De tényleg, hogy két úgy kell. Sok! Az minimum. Azt így megküldött, hogy pff. Hát az attól nincs jobban. Gyakorlatilag úgy működött minden szódáspalac, mint a Sterimo. Érted, az akkor azzal, hogy megkented, hát bazzeg, és amikor jéghideg vágod, és megiszod, és begyúlod a torkod, leszarod, mert annyira kúra finom. Az ja, kúra azok jók voltak. Sajnálom egyébként kicsit, hogy tudod, tényleg ennyire ellenesek lettek az emberek, ha ez egy szó. Amúgy nem tudom, hogy szódában mi bajuk. Nem a szódában, az emberek, a szörpel. De az is kiment a divatból. Itt igazából, az a baj, nekem az a bajom ezzel a zéró dologgal, kula zéró. És akkor talán megértjük, most trollkodáson kívül, srácok. A cukormentes, meg zero, light, faszom, ezekkel a dolgokkal, nekem az a nagy problémám, hogy az emberek fogyasztják ezeket a termékeket. De alapvetően, ha mértéktartóak lennénk, akkor nem lenne ezzel akkora nagy probléma. Ott van rajta a kólán az imbé. Hogy mennyi, igen, hogy mennyi az, amit inni. Egy nap megiszol. Ja, most az, hogy valaki megiszik egy pohár kólát egy nap, az nem baj. Ja, az, ja, hogy ja. Valaki megiszik egy 2 főliteres kólát egy héten, az nem baj. Ergo nincsen szükség zéró cuccra. Nem ez a baj. Zéró azért van, mert víz helyett iszod, bazd meg. A kibaszott kólát. Érted? Azt nem mond már nekem, igen. Hogy gyerekkorunkban az volt a baj, a nyáron mama kihozott, bazd meg egy 3 decis szörpöt. Ja, meg 2 unnyi szörpöt. Hogy már faszomba. Hogyha úgy itt volna, hogy mit tudom, abban megisz a 30-at egy nap, akkor azt mondom, hogy az gond. Persze. De ez a nagy probléma, hogy értsen már meg mindenki, hogy nem azért létezik a zéró cucc, mert meghalsz a kólától. A zéró azért létezik, mert kevesebb az adó. Meg azért, mert vannak mértéktelen emberek. Hát pontosan, hogy... Akik cukorbetegek lettek attól, igen. Hogy víz helyett iszák a kólát. Nekem is volt olyan ismerősöm, aki kiított egy 2,5 liter kólát, és egész nap azt itta. Én is ismerek ilyen embert. Víz helyett is. Olyan embert ismerek, aki bazdmeg azzal kezdte a napját, hogy felkelt, kiment a konyhába. Ez brutál. Érted? És megivott bazdmeg körülbelül 1 liter kólát cigivel. Úristen. Érted? Úgy kezdte minden napját. Meglett az eredménye egyébként. Hát gondolom. De nem ez a lényeg. Hogy a faszomba? Nem, ez, de, ez nem de ez nem a baj, a mértéktartás, és nekem ez a nagy problémám. Érted? Hogy most rám, ez alapján a happy hour után mondja, hogy dagad fasz, jogos, de nem ez a lényeg. Mert hogy állandóan iszol, akkor nem. Én basszus, egy héten 2,5 literes szénsavas üdítőt nem iszok meg. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. A vizet iszom. Hát én attól szerintem kicsit többet iszok, de igen. Most lényegtelen. De én nem iszok meg annyit. És most azt mondom, hogy ha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen kólát iszok, akkor azt mondja, hogy cukrosat. Hát jó. Geci. Igen, és akkor mi van? Tehát, hogy most akkor mi van? Nem azzal van a baj. Nem. Azzal van a baj, ha valaki mértéktelen. És minden étkezéshez érted, beszoppantja az 1,75-öt, és bazd meg magad. Ez a nagy probléma, érted? Nekem ez a bajom. Így az én hülye fejembe, tudod, ezekkel a zéró termékekkel. Hogy azért iszol a zérót, mert muszáj így kólát, meg már nem tudsz mértéket tartani, vagy most miért? Értem, hát gondolom egyébként, ja. Meg hát persze üzlet is van benne, azt azért ne felejtsük el. Nyilvánvalóan. Oké, nem ettől alakul ki a cukorbetegség. Értem, harckocsi. Jó van, lépjünk túl rajta, igazatok van. De mondom, azért az üzlet beleszól, tehát a mindenféle szabályozások a kólával szemben, az Európai Uniós értékeket be kell tartani, hát nem hiába vannak ezek a termékek. Igen. És utána akkor végtelenségűt el lehet belőle adni. Igen, de most azért, látod, itt a probléma, hogy a normális élet. Érted, hogy mi a normális élet? A normális élet mértéktartásról szólna elméletileg, és azért az, hogy most egy héten egyszer egy 0,33-as kólát rendelsz az ebédhez, és megiszod, most azért ne tartsunk már ott, hogy attól meghalsz, meg felelőtlen vagy, meg attól hízol el. Ez azért összetettebb kérdés. Persze. Érted? Ha egy nap 4 litert akarsz meginni, akkor isz a zérót, nem? Jó, persze ez a másik véglet, szó se róla. És én kizárt dolognak tartom, bár nincsen bizonyítva még hivatalosan, kizárt dolognak tartom, hogy az egészséges, hogy napi 2 liter zérót megiszol. Én biztos, hogy nem. Én szkeptikus vagyok. Hát én is. Tehát hiányzik a tudásom is mögüle, de valahogy nem tudom elképzelni. Hát nem, mivel tudjuk, hogy bármiből az ember sokat iszik, legyen az is sima ásványvíz. Ha rengeteget túltolod, abban is lehetnek problémák. Úgyhogy... Igen. De azt mondom, hogy én a legnagyobb százalékban vizet iszok.
szomjaltásra. Hát az a legjobb szomjaltásra, amúgy meg még sört. Mindig. De az más. Jó, persze, de amúgy még mindig a legjobb a víz. Igen. Hát most... Agon. Ennyi. De ja, víz nem rossz. Mondom már, mint úgy értem, hogy szomjaltónak meg mindig a top. Uh-huh. Ja, a kurva hideg szélsavas víz is olyan bazzik, hogy na azzal érted, azzal úgy tudom oltani a szomjam. Aha. Gyümölcslé. Voltak nyarak, amikor, tudjátok, mint itt a... Mindenhol másfajta van. Nálunk itt a közelben ugye van a derecskei almás, uh-huh. és árulnak ők ilyen 100%-os almalevet, uh-huh. ami tudjátok, ez a sűrű színű. Igen. Cucmuc. Na, lehet az simán is inni, az de finom, nagyon. Abból az almaléből ittunk úgy, hogy ilyen fröccsöt. Aha. Tehát tudod, hogy mit tudom én, egy ilyen 1-4-be. Az jó. Egy 1-4-es fröccsöt, úgy, hogy tudod, szénsavas vízzel felöntöd az almalevet. Kurva jó. Az úgy olyan üdítő volt, meg az annyira nem volt gáz. Nem, az te, hogy... Az finom nagyon. Persze. Az finom nagyon. Nekem az bejött. Az jó. Ez az alma fröccs, nem? Igen. Az. Maximálisan az. Igen. Az nekem így bejött így nyáron. Lehetett kapni ebből ilyen 3 literest, aminek van csapja. Igen. És tudom. És akkor tudod, király volt, mert nem kellett betenni a hűtőbe, mert ugye az volt a kevesebb, az volt a 1/4. Aha. És akkor kim volt a konyhapulton, úgyhogy lelógott a kis csöcse. És akkor nyomtad. És akkor fogtad a pohára, elküldted, és talán a hideg szénsavas. Csak abból volt sok, és az elég volt elég sokáig. Az jó. Az királyság még. Úgyhogy mit tudom én, hogyha már kérdeztétek. Én nagyon szeretem amúgy a gyümölcs leveket, de azzal is az a baj, hogy olyan hamar elfogynak. Nagyon már be lehet tolni őket, de nagyon finom. Pedig azok aztán cukrosak. Azok nagyon cukrosak, és az a baj, hogy még van egy perverzióm, és a mai napig iszok Vita Tigrist. Az a baj. Otthon én ezt nagyon szeretem, a Vita Tigrist. Az az igazság. Kiskoromban rászoktam, és aztán kimaradt egy csomó év, hogy nem ittam, és most újra rátaláltam. Én és a Vita Tigris. De komolyan, iszonyatosan jó. Persze abban is van cukor, de hát na. Az ilyen. Kurva jó. A piros. Én is azt hiszem, csak a pirosat. Az a jó. Hát vannak az embereknek, tudod, bizonyos szokásai, amiket lehet szégyelni, vagy nem szégyelni, vagy ilyen bűnös, káros szenvedélyek, stb. Stb. Nekem is van sok gusztustalan dolgot csinálok. Vannak dolgok, amiket nem értek, de mondom, ezek rám vonatkoznak. Tehát nem kell úgy csinálni, mint hogyha az én véleményem bármit alakítana az emberekben, de most tényleg főleg ilyen dolgokról nem, elég rossz példa vagyok az ilyesmiben, de vannak ilyenek. Most aki nyomatja az érókólát, nekem is van egy ismerősem, aki nagyon sokat iszik zero kólából, de nagyon-nagyon sokat. Uh-huh. És előtte kólából ivott sokat. Aha. És volt egy nagyon nagy fogyása, ami egyébként number one, csak ez ugye megmaradt. Aha. Csak már zero formában. Úgyhogy... ja, hát ez ilyen, mondom, most a mértéktartás az lehet jó dolog, én azt gondolom, és semmi nincsen itt ezen a világon, ami megölne. Annyira sokan olyan negatív véleményekkel vannak bizonyos ételekről, uh-huh. italokról, stb. Nem kellene annyira negatívnak lenni, hogyha tudsz mértéktartó lenni belőle. Jó, hát persze. Ez így van, tartani kell a mértéket, nem szabad napi, nem tudom, hány liter cukros üdítőt megint, és akkor nem lesz baj. Ja, igen, ez akkor nincs szükség arra, hogy kompromisszumot köss. Igen. Igen, ez az a cuccamú székely. 5 literes is van belőle. Igen. Ú, de menő. Az jó cuccamú. Ebben egy ilyen gumitömlő van. Aha. Ilyen műanyag tömlő. De nagyon fasz a cucc. Úgyhogy, ja. Ja, úgyhogy mindenki mértékkel fogyasszon. Igen, de most nem arra azt mondom még egyszer, nem azt kell levonni belőle, hogy most ez, aki a zérót szereti, az hülye, mert van, akinek tényleg bejön az íze. Nem, hát és azt szereti, stb. Csak mondom, én itt is mondom, mint például az elektromos autó bevezetésénél beszéltünk erről, meg más példáknál is, hogy miért kell majomnak nézni az embert? Tehát, hogy ugye lezéroztak minden, már csak az piros kólából van, meg most ugye egy időszakban volt a serikók, amit ugye csináltunk. Tehát, hogy miért nincs belőle cukros? Tehát azt feltételezed a felnőtt emberekről, hogy nem tudnak felelősen dönteni. Nem majd mi vigyázunk rád. Hát kap be. Igen. Tehát így na. Tehát a tiltás az sose jó.
Nem tudom, hogy miért van ez. És de látszik is egyébként a komment szekcióján ezeknek az oldalaknak. Meg az az igazság, hogy nem tudom, hogy ti hol jártatok, de ahol én vásárolok, szinte mindig üres a serikókos polc. Mostanában. Mostanában, hogy bejött újra. Gyakorlatilag imádják az emberek. Még ez biztos egy visszajelzés a kóla felé, de szerintem mondom, itt más dolgok vannak a háttérben, amiről nem is tudunk. Hogy gyerekek miatt lenne? Lehet, amúgy. Meg lehet, nem lehet. Tudom. Simán. Ez egy kicsit puritán, hogy aki hülye halljon meg. Ez egy kicsit puritán. Az emberek mindig úgy szerették volna élni az életüket, hogy szabadon tudjanak dönteni róla. Ugye ez egy elég fontos dolog, repkel itt a freedom jobbról-balról, és ugye ez lenne az optimális élet egy optimális társadalomban, hogy az ember szabadon tud dönteni. Hogyha elveszik tőled, akkor nem tudsz dönteni. És magának a döntésnek a megléte fontos az embereknek. Ja, ja, akkor ja. is, ha nem. Igen. De komolyan ez egy ilyen dolog, tehát, hogy tud dönteni. Hogy én ezt választom, mert ezért, és kész. Uh-huh. Ja, de fura. Fura ez egy kicsit. Az. Két véglet van ebben is, hát ja. Ez tény. Igen. Olyan, ahogy alapvető emberi jogot, pontosan hogy írjátok, az, hogy hülye legyél. A társadalomnak késznek kell lenni arra, hogy tudj létezni úgy. Hogy tudj élni az életed. Ez is egy teljesen normális dolog. Egy chipszadó miatt? Nem csak itthon csinálják ezt, haver. De nekem az a furcsa, hogy biztos, hogy el lehet-e beszélgetni amúgy a Coca-Colától valakivel, de az a furcsa, hogy miért nem árulják ezeket a cukros termékeket drágábban? Ez is egy érdekes álláspont. Nyilván valami végtelen mély piackutatás van emögött, amiről én nem értek, de hogy ha ennyire, de mert látszik, hogy szeretik az emberek értelemszerűen ezeket a cukrosabb dolgokat, egyszerűen drágábban lehetne árulni szerintem, és akkor nem lenne ez, hogy csak egy választás van, csak a zéróban. Igen, dolgokból. Az lenne az olcsóbb. Az lenne az olcsóbb, igen. Amúgy logikus is lenne, mivel nincs benne valami, ami a másikban benne van, és ugyanannyiba kerül. Igen. Te megfizetsz ért. De amúgy tényleg nem értem. Fura, hogy miért nem árulják. Mert ugye értelemszerűen úgy a chipsadó, vagy ahogy hívtátok, amiatt drágában kellene adni szerintem ezeket a termékeket. Engem. Nem tudom, miért nem vállalja be ezt így a kóla. Mondjuk lehet furcsa lenne, hogy a cukor. Azért, mert Norbi azt mondta, hogy kokain cukor. Jaj, tényleg. Ez jogos. Ami amúgy a kólában alapból volt. Igen. Igen. Egy nem kokain volt benne, de na. Eszencia. Esenc. Úgy szokták mondani itt. Esenc. Esenc. Beleraktuk az esencet a denaturált szeszba. Igen. Horgász esencet. Szilvás ízelet. Csúszott, mint az állat. Utána káó. Mindegy is. Hát Norbi sok mindent mondott már. Nem, ezt nem ő mondta. Ezt vidéken mondják. Nem. Igen, mesélik. Alapból sok minden hülyeséget mond. Igen, egyébként nagyon drága maga, tehát ezek az üdítők is most már nagyon-nagyon drágák. Azok. Mint olyan. Azok amúgy, tényleg. Hát most mennyi átlagosan a fél literes? Fú, nem 300? Tudom. Fölötte van? Mennyi most egy fél literes kóla? Úgy átlagosan. Nem éjjel-nappaliban, nem benzinkúton, nem automatában, hanem a boltban mennyi? A boltban. Hámusz? 400. Nem, 300 körül van, szerintem 3-3-20. 3-3-20 környékén van. De milyen érdekes, hogy így változnak az árak? Most a fél literes kólát kérdeztem. Igen. Olcsóbb nagyobbat venni, én tudom. Ja, persze. Az egyértelmű. Már 300 fölött van. Tehát nálunk volt a legolcsóbb szerintem itt az épületben a kóla, már évek óta, 250 ér az automatával, elfelejtettek árat állítani. Amúgy, de most már itt is hámusz. Igen, most már itt is hámusz. Hát figyelj, akkor a sörnél drágább. Drágább, ha úgy a fenébe. Jó, de hogyha két literes veszel. Sörből nincs két literes, vagyis van. És az drágább. Olcsóbb a sör, mint a kóla. Ez azért félelmetes, nem? Ne is mond. De van az a félelmetes, hogy van olyan hely, ahol olcsóbb a sör, mint a víz. Van. Hogy? Nem értem. Hát ugye
Nem értem. De komolyan mondom. Jártam már, több ilyen is voltam már régebben. Drágább volt a víz. Sör? Hát azért na. Azért na. 320 forintért fél literes dobozos sörből már nem kapsz szart. Én nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó sört kapsz, de azért szart nem kapsz 320-ért. Uh-huh. Hát most szar sört kapsz 300 forintért? Azért annyira nem. Nem annyira nem. Nem. Jó, nem prémium cucc. Nem prémium cucc. De jó sört kapsz érte. Igen. Persze ez nem azt jelenti, hogy írtok sört kóla helyett, szó sincs róla, csak úgy érdekes gondolat. Van 1000 forintos víz, hát? Nagyon le vagy maradva. Hát igen, az olcsó. Az nagyon olcsó az 1000 forintos olcsó víz. Víz. Ez... Igen. Belépő. Belépő szint. Igen. Igen. Nem tudom, hogy tényleg ezek az iszonyatos drágulások meddig mennek még. Ugye azért látjátok, hogy ha, amiről tegnap beszéltünk Balázsra, hogyha ilyen nagy időszakokat néztek, basszus, kegyetlen drágák lettek a dolgok. Az ember néha ilyen nagy bevásárlás végén látja, hogy hogy így érted, így hogy elpattant a lé, a az kurva életben, érted? Hogy tudod, ebből ezt veszem, ebből azt veszem, megszokott márka, a kurva élet. Pokoli. Hát meg pokoli. Akkor fog elrepülni az össze, amikor elkezdesz ilyen egészségesebb dolgokat vásárolni. Ja, azt nem tudom. Mert azok rohadt drágák mindig. Igen, én akkor szoktam agyvérzést kapni, amikor ugye mondják, hogy akkor most menjünk a zöldségeshez. Mert az is kell. Mondom, igen kell. Jó. Hát... Király. Nem árt. Nem árt az. Megyünk valami gazdba, az meg ami drágább, mint a hús. Fasza. Tök jó. Igen, hogy van? Mielőtt eszel, majd a seggembe is dugom, hogy több mindenre legyen jó. Igen, mondjuk az avokádónak van ára. Hagyjuk. Tényleg, ez még sose gondoltam bele. Miben? Az avokádónak kilója drágább, mint a hús. Egy bármilyen ez teljesen hús. Lényegtelen. Szinte. Egyet bazd meg, mert különben nem leszel instán soha. Kenyere hajad. De nem. Az is egészséges, tudtad, hogy ápolja. Tehát fanszört van, aki kerémele. Fanszört. Két oldalról krémes zölddel. Jó legyen. Beépül, ami természetes, az jó a testednek. Pisti, tudja, hogy vizuális típus vagyok, és így direkt mondja. Az jó a testednek, ami beleszívódik, az mindig jó, és akkor így kell csinálni. Ami az avokádó kurva jó. Annyira jó. De tényleg, én nagyon megszerettem. Hát, nagyon, nagyon durva. Én azzal mosok fogad. Hallottam, hogy beleépül a fogadba is. Az avokádó. Eszméletlen jó. Komolyan, annyira jó. Sampon is az. Most megkívántam. Lehet, hogy olyan ebédet kéne enni. Avokádót. Annyira jó lenne avokádót enni egyébként. Sőt, tudod mit? Nem is kellene más bele. Minek? Csak avokádót. Reverendünk avokádót. Érted? Meg van mutatva, hogy kanál. A kis hálósba, tudod. Érted? És egybe. Bekapod, és így szétmegy a krémben. Amúgy aj, de jó. Finom is. Na mindegy, jó az. Jó az egyébként. Jó avokádó az erkélyen? Nagyon jó. Az kellett az volna. Az 200-ig. Gondolj bele. Milliárdok, apám, milliárdok. Hát az gyakorlatilag az. Igen. Megmondom őszintén, hogy az avokádóval kapcsolatban nem kellett volna megnézem a Rotten sorozat azon részét. Jó, hát igen. Ahogy a sok majom ember elkezd tenni tökre faszra az avokádót, mert az olyan jó. Igen. Na mindegy. Itt a lényeg az, amit akartam mondani, hogy nagyon megdrágultak a dolgok, tényleg kibaszott drágák. És basszus, tehát van néhány ilyen luxus termék, amit tényleg annyira drága bakker, és akkor tudod így, az ember nem gondolja át, hogy mit vesz, meg hogy vesz. Mm. És akkor tudod, azt várják el, amiről tegnap beszélgetünk Balázsra, hogy az ember okosan döntsön, meg egészségesen döntsön, meg ilyenek. Hát de bazd meg, de hogyha... Most érted? Kurva drága. Nem egyszerű, nagyon drága, persze. Nagyon. Én persze olyan, én teljesen beapukásodtam, tehát én olyan vagyok, hogy mindenkinek megveszek mindent, csak magamnak nem. De nem kell. Jó van az. Jó van az. Jó van az. Tudod, mi a finom? A kifli. A kifli bazd meg. Érted? Kenyérben is indulok. Még vagy egy kenyeret. És akkor tudod, most már hogy néz ki a kenyeres? Régen hogy néz ki a kenyeres? Volt a bahoc, volt a kenyér, csá, vettél, nem vettél. Érted, milyen kell? Most 90 ezer fajta kenyér van. Hon van a nagy fején? Hon van a, azt mondjad, azt adj ide. Érted? És ha azt veszed, úgy néznek rád, hogy... Hogy ja, így, hogy... Biztos, hogy meg akarsz te halni? Csóró fasz. Mire végigolvas, hogy hány fajta mag van benne, allergiás, az egy bazd meg. Fejed kenyér. Érted ezt? Rózsvisztes, csiamagos, faszom. Legyen akkor bazd meg, hát a kurva életben. Hát Jézusom. Csak fehér? Nem kezdve egy kis csiamagot? Na mindegy, de mondom, én hülye vagyok. Én vagyok a rossz példa, srácok. Úgyhogy azt mondom, rá nem kell hallgatni. Jó, persze, de kicsit eltúlozzuk ezt, de na.
tényleg az van, hogy annyiféle kenyér van, én nem is értem, hogy nem rohad rájuk. Tehát, hogy... Hát rájuk rohadjon. Biztos amúgy. Mindet kizárt dolog, hogy mindenféle kenyeret vesznek. Hát nem is értem. Igen, nem tudom, tehát vannak olyan színű, fajta, féle, és nem jó az íze. Én próbáltam, de annyira nem ízlik. De annak rossz ízűek. Amúgy én megmondom, hogy szintén alapból sem szeretem a kenyeret. Ja, nem szeretem. Én nem szeretem, amúgy. Én nem szoktam enni így. Nem szoktam. Én sem szoktam így magába enni kenyeret. Olyan előfordul, főleg most a gyerek miatt, hogy mondjuk kiflit veszek. Uh-huh. Van a Lidl-ben azt. Jó, hát az kiflit. Más. Igen. Az igen. A csavart. Az jó. Köci. Az jó. Meg én nagyon szeretem a császár zsömlét. Az is nagyon jó. Meg a bajor zsömle is baszott jó. Az a lényeg, hogy sokáig kell szarakodni az Aldi Lidl-ben, és akkor lesz új. Lesz új. Friss, meleg bazd, meg úgy viszont az, hogy még langyos. Még az, hogy kurva jó. Oh, már ha hazaérsz vele. Igen, igen, igen. Na, én azokat például bírom, nagyon rossz neked, meghalsz tőle, de akkor is. Hát jók azok, na. Finom bazd, meg ez van. Igen, igen, igen. Nem tudom, mit csinálni. Kifli plusz kakaó, tessék, visszatértünk az alap ötlethez. Jók azok. Igen. Jók azok. Igen. Jók azok. Emlékszel, régen mártogatni lehetett. Igen, van Dolphy King. Az is akkora Károly, hogy lehet kapni ilyen félkész ilyet most már ezekben a Lidl Aldiban, és akkor kit meg tud sütni otthon. Igen. Ez is király. Bár őszintén, mióta megvettem feleségemnek a robocsképet, az már jó pár éve volt, azóta otthon csináljuk legtöbbször. Tehát ő csinál kiflit, na. Meg zsömlét, meg ilyen kis mindenféle érzéket. Az úgy eléggé jó. Az kúra finom. Hát jó perce. Nagyon rossz neked. Nagyon rossz. De az geció. De azt komolyan, tehát az olyan, hogy itt nem kell, érted? Nem kell a nagy varázsvacsora, meg semmi, érted? Még felvágott is sorító. Akkor a életben. És így az büntet. Az büntet, mikor kiveszed, érted? Még fogni alig bírod. Megeszeled a lecéssel. De és akkor rápattintasz valami kenhetőt. Lehetőleg vajat. Ami legzsírosabb vaj. Hát vagy Philadelphia sajt. Az... Úristen, a múltkor vettem. Az okay. De csak azért vettem, hogy megjelent a laktózmentes változat. Pokol, kurva jó. De egyszerűen az, hogy annyira rá lehet függni arra, hogy ha szadjuk. Igen, vicsmolabban, a kalácsot is szoktunk sütni. Az nagyon jó. Iszonyat jó természetellenes környezetében használni a kalácsot, az nagyon durva. Sütünk otthon kalácsot, érted? Vasnak szelet kalács. Én azt megpirítom. Na. És úgy eszem, mint a kenyér lenne. Komolyan. Szerbics. Az olyan, mint a fangburger. Baszki, ez durangzik. Nagyon finom. De nagyon, nekünk, tehát nálunk ilyen, tehát szinte nincs benne cukor. Aha. Szinte nincs benne semmennyi cukor, mert a gyerekben nem tömjük. De nagyon faszom. Nagyon faszom. Úgyhogy, na ilyenek működnek. Otthon amúgy egész sok mindent csinálunk így. Igyekszem valami normális liszteket venni, meg a faszom tudja. Ezek király dolgok. Ezek kire dolgok. Csak az az, hogy kell hozzá. Tehát ahhoz, hogy ne kelljen vele fél napig szarakodni, uh-huh. Kell hozzá az eszköztár. Ja, persze. Azt javaslom a férfi társaimnak, hogy amelyik hölgy ügyes, meg szereti az ilyet csinálni, meg jól csinálja, a kurva szarsütőbe is, kézzel lábbal, azoknak venni kell ilyen dolgokat. Hát, hogy a fenében? Ez egyértelmű. Javadra válik. Aztán, igen. Ha jobb sütő lesz, meg lesz jó robocskép, akkor varázsolnak. Nem is főznek. Úgyhogy, ja. De mi nem kenyér sütővel, meg nem ilyenre csinálok, rendes sütőbe. Így van. A jól írod, Krisztus, az asszony szeretetétől lesz olyan finom. Bizony így van. Hát hogy ne? Hát az benne ezért van. Ezért kell megkönnyíteni neki a... Igen. A igen. Munkát. Akik nem szeretnek amúgy is ilyet csinálni, azok általában csak megsértődnek, hogyha hazaviszel egy ilyen konyhai eszközt. Igen. Megéri. Megéri a cucc, tényleg, mert basszus, tehát most azt mondom nektek, hogy ha jó az apparátus otthon, meg benne van a rutin ajányba, pont a múltkor mondtam Janéknak, hogy tudjátok, ilyen hétvégén az ember fel kell, ilyen, hát, hétkor már kolompol, igen, olyan hét körül, akkor abból ilyen 8-ra reggeli van. Az biztos, úgy, hogy közben csinálunk más dolgokat is. Az igen. Tehát nem egy nagy valami megcsinálni, így időben, mondom, hogyha jó az apparátus. Ja, nem a hölgyre gondoltam, apparátusba, az eszköztára. Ki akarna megészíteni Pistit, hogy nehogy baj legyen? Tehát férfiak is készíthetnek egyébként ilyeneket. Nincs ezzel semmi gond. Egyébként igen. Nyilván. Nyugodtan. Nyilván. Tehát, hogy nem akarjuk a nőkre így rá hárítani ezt a dolgot.
Igen. Igen. Úgyhogy meg lehet oldani, hogy nagyon finom legyen, és tényleg meg lehet oldani. Ja. Mi az gáz, hogy magadnak veszel a konyhai gépeket? Hogy lenne már gáz? Hogy lenne már gáz? Miért lenne gáz? Egyáltalán nem gáz. Hát azért, hogy én feltételeztem azt, hogy csak a férfiak tudnak venni a nőknek ilyen dolgokat. És fordítva. Ez rosszul feltételezted, mert a nők is vehetnek férfiaknak. Vagy a nők a nőknek. Vagy a nők a nők. Vagy a nők maguknak. Pontosan. Így van. Az a baj, nem vagyunk elég PC-k 2021-ben. Igen. Na jó, Dani. Mi a rossz példák vagyunk. Ha valaki azt mondja, hogy rosszra próbáljuk nevelni a fiatalságot, én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Nem teljesen. A másik látványra elég egyértelműen jelezve van, hogy nem mi vagyunk a jó példa. Mármint az étkezése kapcsolatban? Például. Hát az biztos. Tehát, hogy igen, nem azt igen. kell követni, amit mi gondolunk, mert nem jó. Ez biztos. Hogyha ez valakinek nem világos, akkor csak hallgatja a Happy Hour-t szerintem. Igen, sose látod még minket. Csak a podcast appban hallgat minket lehet. Igen. Ez ilyen. De mondom, nem azt mondom, hogy az otthon készített dolgok a legjobbak, de valahogy mindig másabb. Az otthoni pizza jobb. De komolyan, tehát én nem nagyon ettem sehol még olyan finomat, olyan finom pizzát, mint otthon. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy autentikus, vagy nem ettem autentikusabb, vagy jobb tésztájuk, vagy nem, érted? De úgy összességében, ahogy lakik az ember tőle, meg minden, egyszerűen az a legjobb és kész. Hát jó, ez amúgy nagyon sok otthoni dologgal így van. Igen. Az a finom, ami otthon készül. Igen, úgyhogy ez mind olyan, hogy másabb. Mert megjelenve olyan anyagokból valami, tudod, hogy mi az. Az ez, egy fontos ez dolog. Ez fontos dolog, igen. Hát, ja. Ez fontos dolog, igen. És egyébként őszintén az ilyen pék cuccoknál is az nagyon fontos dolog, hogy amit otthon beleraksz, hogy ott tudod, hogy nincs benne ez a térfogat növelő meg. Aha. Itt ez sok minden, amire azt hiszik az emberek, hogy rossz, pedig nem. Ugye megtanították nekünk az élelmiszernél, ha elolvasod, miből van, uh-huh. amiről nem tudod, hogy mi, attól meghalsz. Ezt automatikusan. Tanultuk. Automatikusan, igen. Mindegy, hogy C-vitamin valójában nem számít. Szarnak az vége. Nem jó. Micsoda? Benzium difo... Mérek. Cian. 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 Úgyhogy... ja, ez egy jó dolog ezzel kapcsolatban, és jól lenne, hogyha egyértelmű lenne. Hogy mi az, ami... Hát... Ja. Ezt akartam mondani, Loki D.S., igen, hogy sok esetben a térfogat növel az élesztő, igen. Igen. Ami rajta van. Persze. Azt mondja, nem rossz. Igen. A lisztjavítószer, na. Na ezek. Miért kell bele lisztjavítószer? Miért is benne eleve jó liszt? Én ezen gondolkoztam én is. Mikor először ezt olvastam. Ezekkel vannak gondok. Igen. Igen. Ezek ilyen dolgok sajnos vannak, srácok. A természetes dolgok sem mind jók. Nem. De volt nekem ismerősöm, aki olyan bio zöldséggyümölcsös, keverékes, bioételes kúrát tartott, hogy 15 kilót magára szoppantott, pedig csak ilyen cuccokat evett, amiket ajánlanak. Igen. Sajnos nem volt benne a használatosításban, hogy azok az emberek az Instagramban, akik ilyet esznek, azok ilyen napi 3 edzésen vesznek részt. Hát az úgy más. Igen, az biztos. Ez ilyen. De mondom, attól függ. Nehéz tudatosnak lenni ebbe a dologba. Uh-huh. Most már nem úgy élünk, mint tudod a kőkorszakban, a 90-es években, amikor még mindenki tudatlan volt, és semmit nem tudott. Most már minden. Azt tettük, ami finom, ami meg nem volt finom, az szar. És ennyi. Ilyet, micsoda tudatlan korszak. De most utána lehet olvasni, mi az a lisztjavítószer? Utána. Emlékszel a 90-es évekre, Jani? Minél az utcán szurkálták egymást az emberek. Hogyne. Sivatagba dobáltak a bumerángot. Igen. Ős káosz volt a világ, apokalipszis. Mikor sorba álltak az emberek a Tescóba a meleg kenyérért. Igen, és közben gyilkolták egymást. És közben szúrósan néztek egymásra. Így van, és így. Ennyi lesz. Kegyetlen volt. Kegyetlen világ volt. A csodaj túléltük. Azt a tudatlanságot. Érted, hogy az emberek nagy része alig élte meg a 25 éves kort. Igen. Attól a sok szártal, amit tettek. Nem is tudom, hogy mi hogy vagyunk életben. Igen, de most azóta felvilágosodtunk, és tudjuk, hogy csak cukormentes avokádót lehet csak enni. Csak az avokádó. Most!
most az élet olyan, mint amilyenek lennie kell. Pontosan így van. Milyen érdekes. Úgyhogy minél többen kezdjetek el balkonkerteket. Hogy legyen otthon gyümölcs, amit tudjátok, hogy az. Csináljátok azt, mint régen a háztáit. Meg kell venni a szomszéd balkonárkét. Igen. Arra figyeljetek, hogyha nyáron viszont permeteznek, meg kell hozni. De jön a repülő, érted? És akkor vége van. Szúnyogírtós lesz? Attól meg egyetlen meghalsz. Hát hogy ne halál meg? Hát, de igen. Hogy ne halál meg? Jóvatosan. Emlékszem, 5 éves koromban a szőlőről szopogattuk a részgálicot. Meg kék volt, basz. Rájöttél, leszopogatod róla, akkor tiszta lett. Fú, baszki, de még az durva. Én még nem csináltam. Mit? Á, nagyon durva. Én akkor 94 körül haltam meg először. 94 körül? Akkor haltál meg? Szopogattad róla, mi? Igen. Igen. Látszik? Ú, bazd meg. Az a durva. Ez most fájt. Igen. Ó, Istenem. Ó, menjünk is. Menjünk. Legyen szép hétvégétek, srácok. A délutáni program majd frissítve lesz. Alkalmazkodnunk kell a tegnapi váratlan eseményekhez. Ja, igen, igen, update-eljük. De mindenképpen hát megpróbálom, amilyen hamar lehet a menetrendben jelezni, hogy hogy fog alakulni a délutáni stream. Igen, én még annyit akartam, hogy ez nem, nincs vége meg a balkonkertnek, csak egy másodpercre visszatérek rá, hogy egyébként találtam egy ilyen szettet, hogy lehet egy ilyen kis mini üvegházat csinálni az erkélyre, és akár november-decemberig terem az eper, mert ez ilyen folyamatosan termő eper, amit vettem. Tehát folyamatosan lesz eprem. Érted? Azt el akartam mondani, hogy van ilyen. Majd nézzetek utána. Figyelj, hogyha van időd így, erre. Most van egy haverom, akik most vették be fűvel a kertet. Ja, azt hittem az erkét. Nekik amúgy elkér a segítség. Gondolom. Ha gondolod. Igen, igen, igen. Akarsz valamit csinál. Biztos megköszönni, kapsz a sört. Jó, már csak viccelek. Srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, meg köszi a figyelmet, akkor egykor Pistivel találkoztok. Így van. De az a tipikus szétrolkodós pénteki happy hour, ez mindig jól sikerül, ugye? Igen, igen. Találkozunk délután, srácok. Sziasztok! Szevasztok.